Hegyvidéki példa elismerően nyilatkozott a 12. kerületi energetikai és környezetvédelmi fejlesztésekről az Európai Bizottság Energiaunióért felelős alelnöke. Elkezdődött az átépítés, több funkciós térré alakul a hegyvidéki városházatér. Egyszerűbb és olcsóbb lett a bankkártyás csekkbefizetés. Nyár végére az ország valamennyi postáján megújítják az ehhez szükséges informatikai rendszert. A budai híradót látják, 19 órakor jó estét kívánok! Elismerően nyilatkozott a hegyvidéken megvalósított energetikai és környezetvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatban Maros Sefcovics, az Európai Bizottság Energiaunióért felelős alelnöke. A tisztségviselő magyarországi tartózkodása során először a MOM kulturális központba látogatott el, ahol bemutatták neki az intézmény különleges, szennyvízhővel működtetett hűtő-fűtő rendszerét. Maros Sefcovics szerint a beruházás jó példa lehet más önkormányzatok számára is. A MOM kulturális központ különleges hűtő-fűtő rendszerét mutatja Pokorni Zoltán polgármester Maros Sefcovicsnak, az Európai Bizottság Energiaunióért felelős alelnökének. A rendszer működését az országban egyedülálló módon szennyvízhővel oldották meg. A technológiának köszönhetően az intézmény hűtési költsége negyedével csökkent, a fűtési költség pedig megfeleződött. Bemutattuk, hogy az unió pénze felelősen és jól lett elköltve, jól gazdálkodtunk vele, és nem csak jól, feszesen és fegyelmezetten, hanem példamutató módon is. Olyannyira, hogy már a jó példának vannak is követői, hiszen ez a technológia, a szennyvíz hőcserélő technológia itt Budapesten már másik három programban is megmutatkozott. Nem véletlen, hogy Maros Sefcovics magyarországi látogatásának első állomása a hegyvidék volt. A 12. kerületben ugyanis számos energiahatékonysági fejlesztés valósult meg uniós források felhasználásával. A MOM kulturális központ energetikai korszerűsítése mellett például napelemeket telepítettek a közintézményekre, több tízezer komposztáló zsákot és muskátlitővet osztottak ki a hegyvidékiek között, illetve számos óvoda és iskola hőszigetelését is korszerűsítették. Az Energiaunióért felelős alelnök elismerően nyilatkozott a fejlesztésekről. Lenyűgöző ez a zöld környezet és mindaz, amit ennek megóvása érdekében tesznek. Itt van például a MOM vízcserélő rendszere, amely nem csak a kerületieknek, de a Budapesten élőknek is fontos. A zöld fejlesztésekkel egyrészt pénzt lehet spórolni, másrészt megóvhatjuk a környezetet, és munkahelyeket lehet teremteni a magyar emberek számára. Maros Sefcovics hozzátette, a hegyvidék példa lehet más kerületek és városok számára. Mint mondta, az unió célja, hogy támogassák a hasonló környezetbarát fejlesztéseket. Ez a legzöldebb kerület a fővárosban. Pokorni Zoltán polgármester szerint a hegyvidék kitüntetett szerepben van. A kerület csaknem fele ugyanis zöld terület. Éppen ezért fontos, hogy a környezetvédelmét szem előtt tartó fejlesztések tovább folytatódjanak. Egy óvodát építünk, illetve az okmányirodát, kormányablakot költöztetjük át a Szél Kálmán térről a Kis János Altábornagy utcába. Itt is hőszigetelő burkolatot kap a régi iskolai épület és hőszigetelt ablakokat. A Tamási Áron iskola bővítése folyik tovább, ott is a régi épület hőszigetelést kap, modern hőszigetelt ablakokat. Folyamatosan pályázunk kisebb-nagyobb felújításokra, fotovoltaikus napelemekre, ezeknek az eredményéről még nem tudok beszámolni. Itt az óvodák, bölcsödék, iskolák korszerűsítése kerül sorra. A hegyvidék polgármestere hozzátette, további cél a közlekedés okozta környezeti terhelés csökkentése is, ezért az elektromos autók és buszok elterjedését töltőállomások telepítésével ösztönözni az önkormányzat. Gázpisztollyal rendőrökre lőtt egy férfi az éjjel Budapesten. A budapesti rendőrfőkapitányság közleménye szerint 12. kerületi rendőrök egy lopási ügyben kopogtak be egy 15. kerületi lakásba. Amikor közölték, kik ők, az ott lakó férfi egyszer a rendőrök irányába lőtt a fegyverrel. Senki sem sérült meg, a lövöldözőt pedig a helyszínen elfogták. A további eljárást a központi nyomozó főügyészség folytatja.
Elkezdődött a hegyvidéki városházatér kialakítása. A fejlesztés révén gyalogos övezetté válik a Kis János Altábornagy utca, Böszörményi út és Törpe utca közötti szakasza. A 12. kerület 150 millió forintot nyert a főváros térközpályázatán. Ebből alakítják ki a korszerű teret, ami a kerület központjaként funkcionál majd. A beruházás október végéig tart és több ütemben zajlik. Dolgoznak a munkagépek a hegyvidéki önkormányzat épülete mellett. A városházatér átalakítása több ütemben zajlik. Először a polgármesteri hivatal melletti téren kezdtek el dolgozni, majd július 1-től lezárják a Kis János Altábornagy utca, Böszörményi út és Törpe utca közötti szakaszát, számolt be Borsodi László mélyépítési ügyintéző. A Böszörményi út útpályába nem nyúlunk bele, tehát az marad úgy, ahogy van. Az autósoknak annyi nehézség adódik, hogy itt a hogy mögöttünk lévő részen a Kis János Altábornagy utcai részt, a parkolást megszüntetjük. Gyakorlatilag nem sok parkolóhely szűnik meg, hiszen ha betartották idáig, és akkor ugye 10 méteren nem szabad parkolni, ott körülbelül 4 autó fért el. Ezt a részt zárjuk le, ide kerülnek konténerek, raklapok, egyebek. Amikor majd július 1-től lezárásra kerül a Kis János Altábornagynak ez a része, az nyilván annyiban érinti az autókat, hogy akkor a Böszörményi útról nem lehet behajtani, illetve innen a Törpe felől nem lehet kihajtani Böszörményi út felé. A városházatér kialakítása és környezetének rehabilitációja elnevezésű projekt célja egy olyan központ létrehozása a kerületben, ami közösségi térként szolgál az itt élők számára. A multifunkcionális főtérre többek között padokkal ellátott térlépcsőt, sétányt, ligetet és fasorokat terveztek. A cél, hogy a gyalogos forgalom számára ideális környezetet alakítsanak ki. A beruházáshoz szükséges forrásokat a fővárosi önkormányzat pályázatán nyerte a hegyvidék. Az önkormányzat pályázott a térközpályázaton, így 150 millió forintot nyertünk. Jelenleg még a lakossági észrevételeknek a figyelembevétele is, feldolgozása is zajlik. Ezek is még módosíthatják a költségvetésnek a végösszegét. Borsodi László elmondta, a beruházás egyes ütemeinek megtervezésekor fontos szempont volt a forgalom minél kisebb mértékű zavarása. Ezért is kezdődtek a munkálatok a tanítási szünettel egy időben. Borsodi László hozzátette, kisebb-nagyobb kényelmetlenségekre számítaniuk kell az erre közlekedőknek, de a polgármesteri hivatalba érkezők így is el tudják majd intézni ügyeiket. Most lehet, hogy 20 méterrel vagy 30 méterrel többet kell gyalogolni, de későbbiek folyamán sokkal szebb lesz, ami nagyon lényeges, mozgássérültekre is gondoltunk. Az épület előtt, ahogy idáig is volt egy mozgássérült parkoló, ezt ezentúl is fönntartjuk. Lehet, hogy maga a helye változik időnként, mert ahogy az építési terület ezt megkívánja, de továbbra is biztosítunk itt egy mozgássérült parkoló helyet, hogy ne lehessen az, hogy aki mozgássérült, hátrányt szenvedjen, és ne tudja az ügyeit intézni az önkormányzatnál. A vadonatúj hegyvidéki városházateret várhatóan októberben adják át. Elfogadták az adócsökkentéseket. Az országgyűlés kedden fogadta el a jövő évi adótörvényeket, így a személyi jövedelemadó kulcsa a jelenlegi 16-ról 15%-ra csökken. 2016-tól 4 év alatt fokozatosan a duplájára, a mostani gyermekenkénti havi 10 000-ről havi 20 000 forintra nő a két eltartott után érvényesíthető családi adókedvezmény mértéke. A sertéstőke húsok értékesítését is a kedvezményes 5%-os adómérték alá sorolja a törvény. Kinyitják kapuikat az Erzsébet táborok. Vasárnap hivatalosan is megnyílnak a nyári Erzsébet táborok, amelyekre idén több mint 35 ezer gyereket várnak. A Balaton partján Fonyódligeten, Zánkán és Balatonberényben üdülhetnek a gyerekek a nyári szünetben. A csoportok egy része tematikus, művészeti vagy sporttáborokon vehet részt. Speciális, például képzőművészeti táborokat is meghirdettek fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek számára. Az alapítvány idén csak nem 80 pályázatot írt ki, ezek között új elemként hirdették meg a kárpátaljai magyar gyerekek táborosztatását. Kárpátaljáról csak nem 3 000 gyereket várnak Zánkára. Egyszerűbbé és olcsóbbá vált a bankkártyás csekkbefizetés. A Magyar Posta ZRT már 1800 fiókban cserélte le a POS terminálokat, nyár végére pedig az ország valamennyi postáján megújítják az eddigi elavult rendszert. Így a bankkártyával történő csekkbefizetés már nem költséges készpénzfelvételnek, hanem kártyás fizetésnek minősül. A tervek szerint hamarosan valamennyi postai szolgáltatás esetében elérhető lesz a bankkártyás fizetési lehetőség. Jól ismert mozdulat a postán.
2014-ben összesen mintegy 220 millió csekket fizettek be az ügyfelek. Június 1-e óta már nem kell készpénzzel készülni a csekkek feladására, illetve plusz költségekkel számolni bankkártyás fizetés esetén, ugyanis a Magyar Posta ZRT lecserélte a kártyaleolvasó terminálokat, amivel lényegesen olcsóbb lett a kártyás fizetés. A Magyar Posta az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy az eddigi költséges készpénz felvételi tranzakció helyett most már kártyás vásárlásként be lehessen fizetni bankkártyával a sárga csekkeket, az elmúlt hónapokban a csekkbefizetés 80%-át bonyolító postákon már letelepítette az új POS terminálokat, és június 1-től elérhetővé tette azt, hogy már bankkártyás vásárlási tranzakciónak minősüljön, hogyha valaki a sárga csekket bankkártyával fizeti be. Ez jelen pillanatban nagyságrendileg 1800 postát érint, és csak nem 3700 terminál telepítését. Nyár végéig az ország valamennyi postáján lecserélik a POS terminálokat, tette hozzá Apáti Tóth Kata. Mint mondta, az újítás nagyon időszerű volt, a régi rendszert 10 évvel ezelőtt telepítették. A mostani cserére 1 milliárd forintot költött a Magyar Posta. Az ügyfelek már is használják az új terminálokat. Így nem kell jelentősebb összegű készpénzt magukkal vinniük, ha befizetnék a számláikat, és a kártyás fizetéssel járó eddigi többletköltség is megszűnik. Hát anyagilag kedvezőbb mindenképpen, meg egyszerűbb. Mivel a felnőtt lakosság 85%-a rendszeresen fizet be csekket, a Magyar Posta fontosnak tartja megújítani ezt a szolgáltatást, számolt be Apáti Tóth Kata. Ezért az elmúlt időszakban több fejlesztés is történt a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében. Az elmúlt hónapokban például országszerte 20 csekkbefizető automatát állítottunk üzembe, a hálózat további bővítését egyébként tervezzük, illetve bevezettük azt, hogy a csekkeken január 1-től kötelező megjelentetni az úgynevezett csekk QR kódot, amelynek köszönhetően ma már bárki bárhonnét egy okostelefon segítségével a nap 24 órájában befizetheti a csekket. A Magyar Posta a POS terminálok fejlesztésének második ütemében annak a feltételeit teremti meg, hogy valamennyi postai szolgáltatás esetén elérhető legyen a bankkártyás vásárlás. Ez a tervek szerint év végére valósulhat meg. Egyre többen neteznek Magyarországon. Az internet előfizetések száma 2015 első negyedévében elérte a 7,4 milliót, ez 12%-kal több az előző év azonos időszakinál, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint az előfizetések több mint 93%-át 7 szolgáltató biztosítja. A vizsgálat a távközlés első negyedéves helyzetére is kiterjedt. A KSH szerint a mobiltelefon előfizetések száma az év első három hónapjában 145 ezerrel bővült, elérte a 11,8 milliót. Jelentősen drágul holnaptól a benzin. Bruttó 8 forinttal emeli a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, a gázolajé nem változik. Az emeléssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 392-393 forintra nő, a gázolajé 380-381 forint marad. A MOL legutóbb múlt pénteken változtatott az árakon, akkor a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát bruttó 2 forinttal csökkentette, a 95-ös benzin ára nem változott. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta csak nem 40 forinttal lett magasabb. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!